Elmúlt 50 évet vizsgálva, a műtárgyakba fektetett befektetések magasabb hozamot hoztak, mint a tőzsdei befektetések. Mi az, amitől egy kortárs kép jó befektetésé válik? Amikor egy fiatal művész kijön potenciálisan a főiskolára, és elkezd kiállítani, akkor számtalan lehetőség előtt áll. Vagy elkezd dolgozni azonnal egy neves, vagy még nevesebb galériával, és elkezd kiállítani múzeumokban, mindenféle izgalmas non-profit helyeken, ami azt jelenti, hogy az ára folyamatosan szépen növögetni fog. Elképzelhető az, főleg nyugaton, sajnos Magyarországon erre kevesebb példa van, hogy egy fiatal művész annyira nagyon populáris lesz, hogy akár egy év alatt meg háromszorozza, ötszörözze, akár tízszerezze azt az árat, amivel ő kijött a főiskoláról. És hogyha, mint ahogy egy broker ajánl egy részvényt egy befektetőnek, úgy egy galériás ajánl egy képet egy gyűjtőnek, akkor az biztos, hogy megtérül, jól megtérül és profitot hoz majd idővel? Hát garanciát mindenre vállalni sajnos nem lehet, de az biztos, hogy azok a művészek, akikkel én együtt dolgozom, graduálisan emelkednek az áraik, és szoktam garanciát vállalni arra, hogyha egy műtárgyat például már nem szeretek annyira, akkor visszavásárolom, vagy esetleg egy másik gyűjtőnek ajánlom be, hogy hogyan ajánlok műtárgyakat embereknek. Mert ha befektetésben gondolkodik elsősorban a vásárló, akkor nyilván egy olyan portfóliót állítok neki össze, ahol a művészeknek már vannak olyan kiállításai, és a művészek rezuméjában szerepel olyan gyűjtemény, ami egészen biztosan minimum érték, de leginkább értéknövelő lesz az elkövetkezendő években. A top 10 magyar gyűjtők egyikével beszélgetek, dr. Bodnár Zoltán, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami alapján választ a gyűjteményébe új darabokat? Hát sokféle gyűjtői stratégia van. Vannak olyan gyűjtők, akiknek egészen határozott és szigorú szabályai vannak a gyűjtemény építésre. Mások inkább a piaci trendeket, a divatosabb dolgokat követik, és akár kifejezetten befektetési céllal vásárolnak műtárgyakat. És van az a fajta gyűjtői megközelítés, ami az enyém, hogy tudnélik, én csak a szemem után, vagy az ösztöneim után megyek, őszintén szólva, befektetési szempontból egyáltalán nem érdekel ez a dolog. Ez nem egy szempont, nem egy megfontolás, nincs mögötte számítás. Kizárólag olyan darabok vannak a gyűjteményben, amikkel nekem valamilyen személyes viszonyom van, amiket én fontosnak tartok, amiket én látni szeretek. És azt gondolom, hogy ha az ember elég sokat foglalkozik vele, képzi magát, tanul, és talán van valami érzéke is hozzá, vagy éles és jól begyakorlott szeme, akkor ez a gyűjtői stratégia is sikeres lehet. És van olyan darab, amihez ilyen kalandos úton jutott hozzá, vagy valami izgalmas aukción esetleg, vagy távoli helyen? Sokat utaztam egy időben Ázsiában, és a nagyon kevés szabadidőmet azzal töltöttem, hogy galériákba jártam, például Hanoiban, Vietnámban, és van a gyűjteményben olyan művész, egy Haman Tang nevű fiatal vietnami festő, akinek én a legelső kis szólókiállítását láttam talán 2007-ben Hanoiban, ahonnan el is hoztam három munkát, és még azt követően is számos műve került a gyűjteménybe. Ennek a fiúnak a képei ma ott vannak a Szingapúri Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményében, és a Shanghai Vásártól az Armory Showig mindenhol találkozni a képeivel. Hát ma már persze egészen más árfekvésben, mint néhány évvel ezelőtt. De ez például egy olyan eset volt, ahol amikor beléptem a galériába, és a szemben lévő falon megláttam az egyik művet, abban a pillanatban tudtam, hogy én ezt onnan el fogom vinni, és én enélkül nem fogok elmenni. Van olyan kortárs festőművész, fiatal festő, aki eredményeket ért el, ami látványos eredményeket?
Többet is tudnék mondani, de aki a legizgalmasabb én szerintem, és akinek a műveiben most személyesen elég mélyen bele is szerettem, ő a Nemes Márton, mindösszesen 28 éves a Marci, 2 éve dolgozom vele együtt, és olyan ugrásszerűen fejlődött, hogy ilyen csúnya szavakat mondjak, az ő művészete, ami nagyon-nagyon ritka. Amikor 2 éve elkezdtünk dolgozni, egy körülbelül 1 méteres festménye 200 ezer forint környékén mozgott, most ez 500 ezer forint környékén van. Olyan gyűjteményekbe sikerült eladni a műveiből, amik szintén okot adtak arra, hogy egy ilyen szinte már-már drasztikus áremelést végezzünk a munkáinál. Sokat beszéltünk Nemes Mártonról, úgyhogy most őt kérdezem meg, hogy mi az ok annak, hogy sokan éreznek magukban kedvet az alkotáshoz, viszont kevesen futnak csak be. Mi az a plusz, ami benned megvan és másokban nincs? Kétfajta művész van. Van az a művész, aki szeretné, hogy minél több képet adjon el, és az minél több pénzbe kerüljön, és van, akit az anyagi dolgok érdekelnek. Ezek a festők festenek nagyon hamar kicsbe hajló dolgok. Annyira tetszeni akarnak, annyira el akarja saját magát adni, hogy elveszik belőle a művészi tartalom. Ez az egyfajta attitűd. Van a másik fajta attitűd, aki művészi értéket akar létrehozni. Tehát, hogy a produktuma kell, hogy jobb legyen, tehát kiállítások, gyűjtők, stb. Kommunikáció, terjedés. Aki erre fekteti nagyobb hangsúlyt, annak minél több ilyen szakmai sikert ér el, annál ahhoz egyértelműen párosul az anyagi siker. Viszont az anyagi sikerhez nem mindig párosul szakmai. És az én szempontom az én stratégiám az, hogy én abszolút a szakmai siker felé megyek, mert az anyagi siker magával hozza, egyértelműen következik belőle.